A Heti TV új kívánság műsorát látják, március 4-e van. Jó napot kívánok! Ma a Kázmírok ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánunk névnapjuk alkalmából. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon. Elérhetőségünk facebook.com/kívánságszolgálat. Nézzük is a nap gondolatát, Paulo Coelho-tól származik. Amikor igen mondasz másoknak, győződj meg róla, hogy nem mondasz nemet magadnak. Érdemes megfontolni. Mai vendégem Asbóth József lesz, a Duna Televízió egykori műsorvezetője, a Kívánság kosárban is műsorvezető társam volt. Nagyon sok mindenről beszélgetek majd vele, hogy többek között mi minden történt vele azóta, és mivel tölti mindennapjait, nyugdíjas éveit. Nézzük a műsor első üzenetét. Horváth Gézánné, az Apostol Együttes egyik felvételét szeretnék küldeni barátnőinek, ismerőseinek, szomszédainak. A Homokvár következik az Apostol Együttestől. Fejjel homokvárat építettem én, csinos szökőgúttal, alagúttal szépítettem én. Aztán jött egy bácsi, rálépett, és összedőlt a vár. Utólag már sopánkodni kár. Később felnőtt fejjel légvárat is építettem én, színes reményekkel, szerelemmel díszítettem én. Aztán jött valaki, hazudott, és összedőlt a vár. Utólag már sopánkodni kár. Biztos, hogyha egyszer kártyavárat építek, nálam vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek. Hogyha bárki törne rá, ne dőljön össze az a vár, mert utólag már sopánkodni kár. Mert nem az a fő, ami volt, most csak az a fő, ami van. Hogyha egyszer kártyavárat építek, nálam vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek. Hogyha bárki törne rá, ne dőljön össze az a vár, mert utólag már sopánkodni kár. Ez itt a Heti TV kívánság műsora, a Kívánság szolgálat. Nézzünk néhány évfordulót, melyek a mai naphoz köthetőek. 342 éve a mai napon született Vivaldi olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz, elég csak a Négy évszak című művére gondolni. 94 éve válon látott napvilágot Kokas Ignác festőművész, és 79 éve született Medvecki Ilona táncosnő, színésznő. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk a művésznőnek. Folytassuk egy újabb üzenettel, Teleki Krisztián párjának, Évának Szegedre küldi a következő felvételt, és üzeni nagyon szereti.
Hosszú az a nap, énekel Kocsis Tibor. Hosszú az a nap, amely a csókod nélkül múlik el. Hosszú az az út, amit a küszöbön még megteszel. Hosszú a perc, míg átölelsz, míg mindent elmesélsz. Mi gondjaidból hozzám visszatérsz. Aztán a búcsú újra oly nehéz. Aki így szeret, annak a másikba minden kevés. Ha tudnád, hogy mennyire várlak, tán még jobban sietnél hozzám. Boldog az a perc, ha magadhoz lesz rám. Biztosan emlékeznek az iménti dal eredeti változatára, Kovács Zsizs óriási sikerre vitte, sőt képzeljék el, énekelte még Gyurkovics Zsuzsa is, akit egyébként terveink szerint majd a hétfői adásunkban 91. születésnapján köszöntünk fel. No, de nézzük a folytatást, vannak még további évfordulók. 78 éve a mai napon született Zorán énekes, gitáros, zeneszerző, sok boldogságot, jó egészséget kívánunk neki is. 135 éve született Salamon Béla színész, és 76 éve látott napvilágot Kalmár Magda, szoprán, opera énekesnő, neki is nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk. Hamarosan vendégem lesz itt a stúdióban Asbóth József, a Duna Televízió egykori műsorvezetője, a Kívánságkosárban volt kollégám, sok mindenről fogunk beszélgetni. Előtte még egy üzenet, Pécsi Marianna Dunakesziről a saját kedvére kérte a következő felvételt, szeretettel küldjük. Berendei Péter énekel, a dal címe Szélmalom. Mások is. Fogadják szeretettel kedves barátomat, Berendei Péter! Köszönöm szépen. Nézd, mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll. Így az ember tipek topog, örök útvesztőben jár. Mind a mámor, ami kerget, ami űz és visszatart, mint az óra, mit a percek, szédült karneválja hajt. Látod, mindig egymást váltva, jön az árnyék meg a fél, míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén. Áttörlek szebb álmodon,
mint egy régi szélmalom. Mint egy barlang, mit az eső ezer kristálycsepje vált. Mind egy sebhely, mind egy rossz szó, ami tegnap még úgy fájt. Mind egy furcsa keser, édes, félig elfelejtett íz. Mind egy kavics, ami csobban, aztán fodrot vet a víz. Látod, mindig egymást váltva, jön az árnyék meg a fény. Míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén, áttör legszebb álmodon, mint egy régi szélmalom. Szobád mélyén néhány fénykép, néhány csendbe süppet szó, épp úgy őrzi nyári fényét, nyári titkait a tó. Mindegy színpad, mindegy díszlet, mindegy régi-régi dal, mindegy gyermek, akit visznek, hogyha menni nem akar. Mindegy labda, ami repül, szállt a játszótéren át. Mind a könnyek, miket sírnak, kinn a lombjuk vesztett fák. Mind az álmok, miket sorban megöl, elhervaszt a tél. Mindegy lábnyom kinn a porban, amit elsöpöl a szél. Mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll. Így az ember tipek-topok, örök útvesztőben jár. Ezen elgondolkodom, és a szívem fáj nagyon, mint egy fáradt szélmalom. Bradány Iván. Asbóth József pedig itt van velem a stúdióban. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz Zoli, köszönöm a meghívást. Mikor voltál utoljára a TV stúdióban? Hogy érted itt magad? Nagyon kellemesen. Utoljára 3 éve és 2 hónapja. Jó van, akkor azért az még szinte elviselhető. Egy triviális kérdésem, annál fontosabb, mélyebb tartalommal. Hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól. Élvezem a nyugdíjas éveket, és azt, hogy sok időt tölthetek az unokáimmal, a családommal. Azért ugye nap mint nap találkozhattunk veled a Kívánságkosárban, váltotáson voltál. 5 év alatt talán 2-szer volt, hogy együtt vezettük a műsort, mert pont úgy jött ki a párosítás. Nyilván ezzel te így beégtél a köztudatba, és hihetetlen nagy közönségre tettél szert. Ők a mai napig megtalálnak téged, hiányolnak? Hogyne, ez a 10 év, ez nekem is sokat jelentett, és talán a nézők is szerették ezt a 10 évet a Kívánságkosárban. Ugye a lábjegyzetben te végvezetted a 10 évet, ugye én meg a felétől csatlakoztam be, ezért van a 2 szám. Így van, én a Kívánságkosár kezdete előtt 13 évig vagy 14 évig híradóztam, bemondó munkát végeztem. Nagyon-nagyon szerettem azt is, de amikor jött a Kívánságkosár, rengeteg szeretetet kaptunk, azt te magad is ez tudod, van, a nézőktől és a világ minden részéről. De volt más műsor is emellett, ahol téged láthatunk, ez pedig a Hald Izrael, és nagyon sok éven keresztül. Hogyne, hát közel 18 évig vezettem a Shema Izrael című zsidóvallási műsort, nagy-nagy szeretettel. Kollégáim voltak, Tóth Béla volt a rendezője, Szécsi József a szerkesztője, és én magam a műsorvezető, és sok remek emberrel találkoztam ez alatt a 18 év alatt, és sok ismeretre tettem szert keresztényként a zsidó kultúrából, illetve a zsidó mindennapokról. Úgyhogy ennek aztán lett is folytatása. Elárulhatjuk a nézőknek, hogy ezzel a mai napig milyen mélységgel foglalkozol? Ma este mész talán Héber órára? Hát mivel nekem kedden és csütörtökön vannak a Héber óráim, ezért tegnap voltam, van, és holnap van, megyek, pontos, holnap megyek. Ez annyit jelent, hogy
Én nyelvtanárként indultam, én az ELTE-n végeztem angoltanárként, és évekig tanítottam is angolt, még mielőtt tévéztem volna, illetve tévé mellett is tanárként nyelviskolákban vizsgáztattam, tanítottam. De amikor 61-2 éves koromban arra gondoltam, hogy ha eljön az idő, 63 évesen elmegyek nyugdíjba, amit nagyon-nagyon vártam, akkor valamit kellene a kertészkedés, az unokákkal való foglalatosság mellett még csinálni, ami az embernek ad valami pluszt. És azt gondoltam, hogy egy nyelvet kellene tanulni, de olyat, amit nyelvtanárként otthon egyedül nem tudok az íróasztalomnál. És ezért gondoltam, hogy japán, arab vagy héber, és akkor azt gondoltam, hogy keresztény emberként a gyökerek azért ott vannak, a héber kultúrában, illetve Izraelben, és akkor választottam a héber nyelvet, amit most 5. éve tanulok, remek angol nyelvvizsga lesz a végén? Szerintem igen. Középfokú, felsőfokú? Mi a cél? Hát egyelőre... Ebben a lépésben? Talán igen. De van egy remek tanárom, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és szeretem magát a kihívást, mert a csoporttársaim nagyon-nagyon jól beszélnek, és erős kötődésük van, és elég jó nyelvtudásuk is, úgyhogy föl kell kötnöm ezt a bizonyos ruhaneműt. Gondolhatnánk, hogy nyugdíjasként rengeteg szabad időd van, de ezek után egy percig nem feltételezzük, már csak most itt, amit az elmúlt pár percbe belesűrítettél. Hát szerintem a nyugdíjasoknak, akik megtervezik az életüket, semmi szabad idejük nincs, de olyan dolgokra van idejük, amikre addig nem volt. Például mi nem voltunk 48 évesek a feleségemmel, amikor az elsőszülött lányunk elvégezte az egyetemet és másnap férhez ment. Nem voltunk 50 évesek, amikor az első unokánk született. És az ő életükből, a mindennapi nagyszülőségből mi akkor kimaradtunk, és most a fiatalabbik lányunk 3 általános iskolás, illetve óvodás gyermekénél kiéljük ezeket a óriási lehetőségeket, úgyhogy maximális időt szerettünk tölteni a családdal, az unokákkal, a nyarakat együtt töltjük. Milyen az, amikor Asbot József nagypapa? Közös programok, kirándulás, hát kikapcsolódás? Főleg a nyarakat együtt töltjük, de azon kívül a gyerekek szállítása iskolába, óvodába, vagy hazaszállítása, amikor éppen az anyukájuk vagy az apukájuk nem ér rá, akkor ezt mi vállaljuk. A feleségem süt főz, úgyhogy ez egy igazi nagyszülős program. Jóska, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és még találkozhatnánk itt ebben a stúdióban. Köszönöm az érdeklődést, és üdvözlöm még egyszer a televízió nézőit. Folytatjuk is a Kicsi gyere velem rózsát szedni című dala Rácz Katival. Küldjük valakinek, esetleg a feleségednek? Igen, küldöm akkor a családomnak, és hát természetesen a nézőknek is. Rácz Katival folytatjuk. Amíg el nem megy a nyár, addig kell az ilyet elvégezni, míg virul a határ. Kicsi, gyere fel a hegy csúcsára, arra repül a madár. Addig szeretnék a csúcsig jutni, míg van nap. Kicsit gyere velem, csókot csenni, míg van szerelem. Megy az idő, ugye, nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem, csókot csenni, most kell szerelem.
világ soros, nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem, csak ott semmi még van szerelem. Megy az idő, ugye, nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere semmi most kell szerelem. Már is folytatjuk egy újabb üzenettel. Molnár Dénes születésnapján köszönti kedvesét Gizellát. Egyúttal házassági évfordulójuk alkalmából is a legjobbakat kívánja maguknak. A jó kívánsághoz természetesen mi is csatlakozunk. Nézzük is a választott dalt. Félig sem szerelem, énekli Tabán István. Amit játszottál te velem, de ha elhittem, akkor elhittem, mire jó, ha szégyellem. Nem volt nagy szerepem, de hogy volt, azt nem feledem, mert a boldogság jobb, ha megtudják, nem ilyen. Öljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Szerepem, de hogy volt, azt nem feledem, mert a boldogság jobb, ha megtudják, nem ilyen. Gyűlöljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mást kísér ma már. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Ez a félig sem szerelem. Ez a kívánságszolgálata heti tévi kívánságműsora.
Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon, facebook.com/kívánságszolgálatit. Kattintsanak az üzenetküldés fülre, és már is kérhetnek, üzenhetnek. Nézzünk egy újabb kérést, újabb gondolatot. Pálhegyi Katalin szeretné meghallgatni Mészáros János Elek egyik felvételét. Nagy kedvence a művész úr, és a dalt küldi mindenkinek, aki szereti. A Szenes téren énekel tehát Mészáros János Elek. Vitéken bulk és gondok, a csárkány mind bolondok, akit él a spórolása fő. Én önnek egyet mondok, figyeld a kettős pontot, spórolni már nem előkelő. Magam víz iszunk, ebben egyezünk, holnap majd mi is kényszer egyezünk. Elveszünk új ruhánkat, egyszer van csak vasárnap, egy madózsán, nagy urak leszünk, akkor mindenki együtt azt, hogy a Szenes télen este muzsika szól, kerünk egy löcsöt, ígyunk babát. Eszünk egy virslit, arra csúszik a bor, s utána perkot iszunk talán. Én majd kifizetem a vizeket, és a többi tudja, te fizeted. A Szenes télen este muzsika szól, kerünk egy löcsöt, ígyunk babát. De szépen száll a hinta, szavamra nincs szem, mint a város véget, elmegyünk tehát. A ringling körbe-körbe, s aztán a bűszín körbe, elviszem, hogy művelje magát. És hogyha elég művelt lesz szívem, képzelek, miket művel majd velem. Mert őnek rande dáma, s nincsen egy groncse máma, vendégul lát, ugye, kedvesem, akkor még egyszer együtt. A Szenes télen este muzsika szól, gyerünk egy röccsöt, ígyunk babát. Eszünk egy virslit, arra csúszik a bor, s utána belkut iszunk talán. Én majd kifizetem a vizeket, és a többi tudja, te fizeted. A Szenes télen este muzsika szól, gyerünk egy röccsöt, ígyunk babát. Táncosnak kezdtem, csak nem bírt a színpad. Na még egyszer. Én majd kifizetem a vizeket, és a többi tudja, te fizeted. A Szenes télen este muzsika szól, kerünk egy fröccsöt, ígyunk a babát. Ilyen gyorsan elszaladt a mai műsoridőnk. Örülök, hogy együtt töltöttük az elmúlt fél órát. Legközelebb pénteken 2:45-kor számítok a figyelmükre, akkor majd Jakatics Dóra lesz a vendégem, a Székely Magyar Nótabál egyik szervezője. Sok-sok részletet árulunk el. És természetesen hétfőn, szerdán és pénteken 2:45-kor mindig várom Önöket, illetve vasárnap délután az ismétlésben is. Remélem velem tartanak, én mindenképpen számítok a figyelmükre. Holnap Adorján és Adrián névnap lesz, előre is nagyon sok boldogságot kívánunk az ünneplőknek. Keressenek bennünket a Facebookon, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!